inkább mászok, mint megyek. Köszöntelek szeretettel! Az Úr áldja meg téged! Nagyon boldog vagyok, hogy láttam. Igen, láttam. Igen, igen. Nagyon boldog vagyok, mert... És sok áldás kívánok. Igen, én jártam sokat, nagyon sokat a családokat látogatni. Egész más hatása van a lelkipásztor szavának, ha valakinek a lakásán megjelenik, ott elbeszélget, és ott mondja el a mondani valóját, minthogyha csak a szószékről hangzik. Ezért és emiatt én rengeteget jártam a családokat. Csak ez lehet a magyarázata, hogy mind az öt helyen, ahol én szolgáltam, jelentős növekedést adott Isten. Két helyen teljesen új imaházat is kellett építeni, mert nem fértünk. Kecskeméten és Budafokon. Nagy örömmel tekintek vissza a pásztori gyülekezeti szolgálatokra, és az is jól esik, hogy elég gyakran látogatnak meg hol egyik, hol másik helyről. A közösségünk még ma is megvan. Mit tudhatunk Géza bácsinak a családjáról, mert hogy azt tudjuk, hogy nagyon népes a család. Hát a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb örömöm a család. Nem csak az, hogy vannak szép létszámmal, 4 gyermek, 13 unoka és 33 dédunoka, hanem hogy kivétel nélkül, akik abban a korban vannak már mind, hívő emberek, istenfélő, saját döntésük alapján aktív munkásai Isten országa építésének, kiki a maga gyülekezetében. Hívők voltak a szülei? Milyen volt a családja, amikor megszületett? Nagyon komolyan hívő emberek voltak a szüleim, és az a különös történet, hogy az első két kisgyermekük egy járványban meghalt. És ez a döbbenet, ez a veszteség előbb Isten ellen fordította őket.
ahogy az apám mondta, megharagudtam az Istenre, hogy elvette a gyerekeimet. Aztán később magába szállt, persze Isten figyelmeztetése is benne volt, mert ő is megbetegedett. Kórházba került az apám. Milyen betegséggel? Pontosan nem tudom, annyit tudok róla, hogy az arca megdagadt erőteljesen, és keresték, kutatták a nagyváradi kórházban, akkor Erdély még ide tartozott Magyarországra, hogy egyébként békési a család, békés alföldi város. A veszteség azért egyszer csak arra a gondolatra vezette az édesapámat, hogy de ezek az ártatlan gyerekek, ezek csak a mennybe mehettek. Ezek nem kerülhettek a kárhozatba, akkor pedig én is a mennybe akarok jutni. Ez a gondolat vezette őt arra, hogy elkezdte olvasni a Bibliát. Amikor Géza bácsi megszületett, 8. gyerekként, akkor ők már nagyon mélyen hívő emberek voltak? Tehát Géza bácsit már a hit útján nevelték? Igen. Ők már akkor évtizedek óta hitben éltek, úgyhogy nem új hívőként szültek engem, de gyerekkorom, csecsemőkoromtól kezdve hordtak az imaházba, aztán vasárnapi iskolába, úgyhogy én mondjam így hívő gyerekként nevekedtem fel, és 14 éves koromban már őszintén elhatároztam, hogy én az Urat akarom követni, és be is merítkeztem. Azt tudjuk a Géza bácsi életrajzi könyve alapján, hogy a Horthy korszakban zajlott az élete első időszaka. Meséljen nekünk Géza bácsi egy kicsit erről. Milyen volt a Horthy korszakban születni, milyen volt akkor az élet itt Magyarországon? Szerencsére az utóbbi időkben feledékennyé lettem, úgyhogy sajnos nagyon részletes beszámolót nem tudok erről adni. Annyit mondhatok, hogy aki hű akart lenni, az hű lehetett. Aki szolgálni akart, az megtalálta a módját, hogy szolgáljon. Én nekem megadatott az a kegyelem, ajándék, hogy nagyon aktívan közreműködhettem gyülekezetek építésében, megtérések munkálásában. 5 helyen végeztem pásztori munkát, szolgálatot, és mindegyik helyen igen jelentősen növekedett a gyülekezet. 2 helyen az 5 közül új imaházat kellett építeni, mert nem fértünk, és ma is tele vannak ezek az imaházak. Tehát kedves, nagyon kedves emlékeim vannak a gyülekezeti életről, a munkatársakról, akikkel együtt munkálkodtunk, a fiatalokról, a fiatalok misszióját mindig elsőrendűen fontosnak tartottam. Az énekkarok működését. Teológiára jelentkeztem. És ez az jelentkezés, ez egy nagyon szent dolog volt az én részemről. Annyira, hogy az életem legkiemelkedőbb élménye fűződik hozzá.
munka mellett magánúton végeztem a középiskolát, és így nagyon fontos szerepet kapott egy-egy vizsga. Egy vizsga elő természetes volt, hogy letérdeltem az ágyam mellé, és megkértem az urat, hogy segítsen. Vizsgán. És egy olyan élményt éltem át, amelyiket már mondtam, hogy nem lehet megismételni, ahogy imádkoztam, mintha mellé állt volna valaki. Oda néztem, nem volt ott senki. És akkor hallható hangon azt mondja az a valaki, hogy te csak kérsz, kérsz, és amit én kérek, nem adod meg. Hát ez egy fantasztikus élmény, egész életemet végig kíséri. Ez a hallható mondat, kérdés. És akkor kimondtam azt, amire addig soha nem gondoltam, eszembe nem jutott, de ott kimondtam a térdeimen, hogy Istenem, ha engem most megsegítesz, jelentkezem a teológián. Ilyen konkrét választ adtam. És hát nyilván sikerült, és akkor hetekig vajudott a kérdés, mert én már akkor felvételt nyertem a kereskedelmi főiskolára, és a szüleim is úgy tudták, a munkahelyi főnököm is nagyon örült, mert azt azzal hitegetett, vagy biztatgatott engem, hogy majd közösen nyitunk export-import üzletet, micsoda nagyszerű lesz, csak tanuljak. És akkor bejött ez, hogy kimondtam, hogy jelentkezem a teológiára. És heteken át vajuttam, míg végre írtam egy érdeklődő levelet a teológia igazgatójának, hogy én már felvételt nyertem, ami így is volt, a kereskedelmi főiskolára, de nagyon érdekel a teológia, és érdeklődöm, hogy a főiskola mellett lehetne azt is tanulnom. A teológia igazgatója, aki megkapta ezt a levelet, az meg nem nekem válaszolt, hanem írt a lelkipásztoromnak, hogy ki ez a fickó, ki ez. És valószínű, hogy a lelkipásztorom pozitív, jó dolgokat írhatott válaszul, de nekem nem szólt. Nem szólt, hogy kapott levelet, és ő válaszolt, de megválaszolta a levelemet, és értesített, de nem engem, hanem a lelkipásztoromat, hogy az eddigi tájékozódása alapján ő felvesz. Hazajött az édesapám a vezetőség üléséről, és harciasan nekem támadt, hogy ezért gyötölted magadat 4 éven át, éjjel-nappal. Csak néztem, hogy mi baj, mivel. Hát, hogy éjjel-nappal tanulnod kellett, hogy munka mellett elvégezd, és hát, hogy baptista prédikátor légy. Hát ahhoz még érettségit se követelnek. Ez tényleg így volt. Igen. Nagyon-nagyon meglepődtem ezen a
támadáson, de természetesen ő örült az érennek a jelentkezésnek, csak el volt csodálkozó, mert otthon én nem mondtam semmit, és ő úgy tudta, hogy a kereskedelmi főiskolára megyek. És nagyon sok a megtérő, ezt tudjuk, szerte az országban gyakorlatilag, sőt, talán még az ország határokon is túlívelően. Ezt hogy sikerült Géza bácsinak elérni, hogy a gyülekezetnek a száma az folyamatosan növekedett hívekkel? Mit csinált Géza bácsi? Hát éppen az a csoda titka, hogy nem én csináltam valamit, hanem valahogy azt éltem át, ez csak hitáltal való csodának tudom mondani, hogy Isten cselekedett. Úgyhogy ahova meghívtak, mert hívtak a gyülekezetekbe, különösen ahol népes ifjúság volt, ott mindenütt mozgolódást igyekeztünk létrehozni, hitben, lélekben, buzgóságban, és ez ragályos volt. Sokfelé hívtak, és én szívesen és örömmel mentem. Azt hallottam Géza bácsiról, hogy az volt a módszere a Biblia tanulmányozásban, hogy nagyon hisz a Bibliának a versről versre való értelmezésében. Miért olyan fontos ennyire részletesen venni a Bibliát, Géza bácsi szerint? Az volt az elvem, persze ezt valakitől most már nem tudnám megmondani, hogy kitől, de átvettem ezt az elvi álláspontot, hogy akkor vagyunk a leghelyesebb szolgálattevésben, ha átvesszük a Biblia logikáját. Nem mi erőltetjük a magunk logikáját a mondani valóra, hanem egy szöveg, a bibliai szövegnek a logikájához én alkalmazkodom, és mondjam így, hogy ebből az születik, az jön létre, hogy az ige szólal meg, és nem én beszélek az igéről. És ez elvem is lett, hogy az ige szóljon, és nem én az igéről. Volt bennem egy bizonyos, megítélem ezt, de volt bennem egy bizonyos erőszakosság. De ez nem az én erőszakosságom volt, így, hanem, hogy Isten akar megmenteni. Isten szeret, Isten nem akarja, hogy ilyen, mondjam, ilyen kemény határozottsággal mentem fiatalok felé főként, és hatékony volt ez a hozzáállás. Nem rettentette el a fiatalokat, hogy Géza bácsi azt mondja, hogy erőszakosan ment, közelített feléjük? Én úgy gondolom, hogy inkább a szeretetnek, a mentő szeretetnek az ereje volt abban érezhető, mint valami erőszakosság. Mert tényleg az volt, a mentő szeretet hatalma és ereje és erőszakossága. Nem látod, hogy ha így maradsz, az a kárhozat? Szóval nagyon egyenes nekimenéssel. És ugyanakkor ez, hogy mondjam, őszinte szeretetből fakadó mentési vágy volt ezért ebben a részemről, és én úgy gondolom, hogy ez tette eredményessé, győzelmessé. Úgyhogy aztán azt kell mondanom, hogy sokfelé hívtak, nem tudtam eleget tenni a hívásoknak, de nagyon nagy örömöt jelentett nekem az, hogy szívesen vették ezt az erőszakosságot. Mit üzen Géza bácsi a mostani ifjúságnak, a mostani fiatalságnak?
ha tartalmas életet akarnak élni, a legfontosabb kérdésekben, hol töltöm az örökké valóságot, ki legyen a társam, a feleségem, a férjem, milyen foglalkozásban éljem az életemet. Szóval a legfontosabb kérdésekben jól szeretnének dönteni, akkor vegyék komolyan a hit útját, a Bibliát. Mert a Szentírás vezet el egyrészt a saját bűnösségünk felismerésére, másrészt az Isten kegyelmének, szeretetének és vezetésének a felismerésére. Rá kell jönnünk, el kell ismernünk azt, hogy mi emberek nem vagyunk elég bölcsek önmagunkban. Szükségünk van egy felsőbbrendű vezetésre. És ez a felsőbbrendű vezetés a Bibliában jelenik meg, mint az Isten kijelentése. És aki ezt nem veszi komolyan, és nem kutatja, hogy mi az, amit Isten akar az én életemben, mert aki a Bibliát olvasni kezdi, az nem csak a Biblia betűjét, történeteit ismeri meg, hanem késztetést érez arra, hogy beszélgessen az Istennel. Az emberi élet legnagyobb ajándékának tartom, hogy én, a teremtmény, az elbukott bűnös ember, beszélgethetek az Istennel, úgy, mint ember az emberrel. Átélem a csodát, hogy a jelenlétében vagyok, öntöm ki a szívemet, és kapok választ. Ez különösen fontos. Nehéz ezt megmagyarázni, hogy hogyan, de az hitemben, a lelkemben, a szívemben érzékelem az Isten válaszát. A helyes döntésekben segít jó irányt venni, és helyesen dönteni. 97 éves Géza bácsi, és ez alatt a 97 év alatt nagyon sok mindent megélt. Biztos Istent is, Istennek is sok arcát látta. Milyen Isten? Milyen az Isten? Milyen az Isten? Hát ez jó kérdés. Illik, hogy erre tudjak válaszolni, mert erről prédikáltam egy életen át. Hogy milyen az Isten. Hát szeret az Isten. Türelmes az Isten. Elhordoz az Isten. Tanít az Isten. És közel van. Bárhol, bármikor elérhető. Nincs olyan állapot, amelyben ne kiálthatnál úgy, hogy meg is hallgatja. Szóval az Isten közelsége, a vele való közösség állandósága az óriási jelentőségű. És az imádság az én számomra beszélgetés. Éjjel-nappal felébredek, bárhol, bármikor, valahogy azt érzem, hogy fogad. Nem tudom, hányan folyamodunk egyszerre hozzá, de én úgy érzem, hogy csak rám figyel. És figyel. Ez egy hatalmas szellemi élmény, az a hit, és az a, annak az ereje, kisugárzó ereje, hogy beszélgettem, vagy beszélgethetek bármikor Istennel. Ő mindenütt jelen való, mindenki számára
készséges Isten. Nem csak szép szólam az, hogy mindenütt jelen való az Isten, ez valóságos, mint személy jelen való lehet vele beszélgetni, és válaszokat kapni. Nem tudom, hogy működik ennek a technikája magasabb rendű, mint az én gondolatom, de működik. Keresnünk kell Istent? Keresnünk kell Istent, vagy ő keres minket? Ő mindig keres, és ha ez találkozik az én keresésemmel, akkor az nagyszerű. De én úgy hiszem, úgy ismertem meg, és úgy ismerem Istent, hogy nincs olyan gonoszságból elsüllyedt állapot, amelyből ne hallgatna meg, ha hozzáfordul valaki. Tehát mindig és mindenütt elérhető Istenünk van. Ha jóba vagyok vele, jó a közösségem, az tükröződik a nyugalmamban, a békességemben, meg abban, hogy tudom mindig, hogy kinek mit kell mondani. Ez egy érdekes dolog, hogy megadatik mindig. Talán most látok valakit először, és eljön, kijönti a szívét, és én tudom, hogy mit kell mondani. És azt is hiszem, és hitáltal tudom, hogy Isten szerint. Nagy dolog ez, és természetes is. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallottunk Géza bácsiról. Egy záró kérdésem lenne. Ha mi kívánhatunk most valamit Géza bácsinak, mi legyen az? Mi lenne a jó kívánság? Mire vágyik Géza bácsi most? Haza vágyom én az atyai házhoz, megpihenni hűsz. Nincs semmi panaszom se gyerekeimre, se senkire, de haza vágyom már. Valahogy úgy hiszem, érzem, hogy az egy nagyszerű dolog lesz. Hazamenni, otthon lenni, megérkezni.